Összecihelődök, kiveszem cigim telefonomon, a ballagok át a WC-be, de sétálok át az úton, látom messzire jön egy fehér Volkswagen. Na hát elég régen videóztam már így napközben, hogy mi történik munkaidőben. Most itt a pihenőhelyen úgy gondoltam, hogy mutatok nektek valamit. Eredetileg ezt akartam megmutatni, hogy én nem is értem, hogy hogy van ez összerakva ez a cső. Hogy van ott hátul is egy pótkocsika, középen semmi, nagy cső, elől meg megint egy pótkocsika, ott is meg tudom mutatni. Tehát, hogy ez hogy tartja meg, hogy fogja. Ezen lamentáltam egyébként, de van itt más is, amit tudok mutatni, és ez érdekesebb a történet. Ránagyítok egy picit oda a tükörbe, az ott egy autó, igen, jól látjátok. Belefúródva a WC oldalába. Történt ugyanis, hogy én éppen átmentem a toalettbe, a mellékhelyiségbe, hol az ujjam, itt az ujjam. Nagyjából ott álltam középen a dohányzó előtt, ott pöfékeltem, és láttam is érkezni ezt a fehér járművet a parkoló végéből, konkrétan hát átjöttem előtte. Nem jött úgy gyorsan, én szipákoltam a cigimet, majd be akart állni a rokkant helyre, vagy nem tudom, hogy kell mondani, mozgáskorlátozott helyre, és fékezés nélkül egy-egybe áthajtott a járdán, a füvön, el az oszlopok mellett szerencséjére, és belecsapódott a WC oldalába, azt fogta meg. Ebből szaladtam oda én is, másik sofőrök is, akik itt voltak, kijöttek a WC-ből, és többen is voltunk, körbeálltuk. Egy idős házaspár volt az autóban, konkrétan az utas oldalról a nénit én segítettem ki, és ő mondta el, hogy nem tudtak megállni, mert az idős úriembernek a lába begörcsölt. Nem tudta, vagy fájt a lába, azt mondta konkrétan, hogy fájt a lába, nem tudta nyomni a féket. Úgyhogy az autó azzal a lendülettel neki csapódott a WC-nek. Szerencsére nem tudna egy sebességgel, és úgy néz ki, hogy jól is vannak, hát most még itt ücsörögnek a padon. Azt nem tudom megmutatni, meg igazából nem is akarom, de hát most csodájára jár mindenki az autónak, hogy elnézem, akik részt vettek a segítségben, illetve valószínűleg várják a mentőket vagy rendőröket, nem tudom, mert ott nagy telefonálgatás volt, én meg elmentem utána WC-re. Még itt pár percet maradok, hogy mi lesz, kellek-e, vagy valami, de igazából az idősek jól vannak, csak hát így jártak. Az egy Volkswagen egyébként, talán egy Golf Plus, ha jól emlékszem a modellre, hogy kell mondani. És hát azért az eleje az eltűnt rendesen, az ajtók meg voltak görbülve egy kicsit. Úgyhogy így, ilyenek történnek így meglepetésszerűen. Még hogy nem történik semmi munkaidőben, hát vannak itt kalandok. A kezdben elindultam, itt az idő, dolgozni is egy kicsit, de még a történet lezárásához tartozik, hogy közben jött egy mentő, tehát mentőt hívtak a nézelődő seregből valaki, és ők rögtön és kezdtek ott házaspárral foglalkozni. Valószínűleg beviszik őket, szerintem megnézik, meg röntgenezik, mit tudom én. Azt már nem vártam, meg nem kellett ott maradni, tehát nem volt rá szükség, megkérdezték, hogy többen is más is eljött, úgyhogy ennyi igazából. Egy 5 perc kellett azért még azután, hogy felvettem a videót, mire a mentősök megérkeztek. Gondolom, hogy a közeli városba riasztották őket. De rendőr nem jött ki. Na, hát a második délutáni rakodóhelyemen föltűnt, hogy bűzlik a konténerem. Konkrétan már az elsőnél föltűnt, csak ott azt hittem, hogy ott a rakodás közben jön valami környezeti ártalomnak a szaga. Konkrétan szemétszagú, olyan, mint egy kukásautó a konténer. De a másodiknál már egyértelműen kiderült, hogy a konténer belsejéből jön. Úgyhogy most ezt itt még szaglászom, meg még a harmadik konténál is ki kell nyitni. Rávilágít egy problémára, itt a németeknél nagyon sok helyen ugye úgy van elosztva a munka, hogy mindenkinek van egy adott feladata, és csak az. Tehát semmi több. Tőlem sem várja el senki, hogy mondjuk a cégnél a
túrákat kiszervezzem, meg beszervezzem, nem várja el senki, hogy mondjuk munkaeszközöket rendeljek, mint kesztyű, vagy láthatósági mellény, vagy akármi. Valószínűleg a postánál nem jelöltek ki embert arra, hogy a konténereket tisztán tartsa, vagy tisztogassa időnként. Tehát amikor kiömlik, vagy borul valami szállítmány, és ez mondjuk romlandó, akkor ez elkezd egy idő után bűzleni. És soha senki ki nem söpri, ki nem mossa őket, úgyhogy ez egy elég érdekes tapasztalat számomra. Régebben még volt, hogy jelentgettem a konténer számokat, hogy ennek és annak ez a hibája, például mondjuk a konténer lába, hogyha lötyögött, akkor portánál bejelentettem a bejelentkezésnél, hogy javítani kellene, nagyjából soha semmi nem történt velük, szóval igazából a karbantartás része az elég el van hanyagolva ennek a dolognak. Csak úgy érdekességképpen megemlítem, hogy úgy tűnik, hogy erre nincs ember, nincs kapacitás. Ma már 21-e van, reggel 3:47, és suliba csak egy ilyen egyszerű csokis kenyeret fognak vinni a lányok, mert mi rövidnaposak. Itthonra pedig Mancika egy ilyen, nem is tudom, nemes penészes szélű szalámit fog enni, ezt nagyon szereti, ahogy apukája is, egy kevés sajt, és ez a pogácsa még múlt héten szerdán vásároltuk az Osamba. Ugye akkor jöttünk meg, csütörtökre jöttünk haza, és betettük a fagyasztóba, most pedig újra sütöttem az airfryerbe, szóval olyan, mint a friss, ropogós. Dorina ugyanezt fogja enni, annyi különbséggel, hogy neki sajtos szélű szalámi van ott, és egy kis zöldség is. Én pedig most reggel nem csináltam magamnak semmit, most egy kávét kívánok még, aztán majd meglátom, hogy reggelizek-e ma. Jól van, szépen. Na, puszi, szeretlek. Na, Dorinát egyedül hoztam, mert Mancikának már a fáj a feje reggel, úgyhogy nem jött suliba. Hazaértem. Mancika alszik. Itt a kis reggelije. Fel leszem ébresztve, nem hagyjuk aludni, csak pihenjen egy picit ezzel a fejfájással. Lehet, hogy kerülgeti valami. Ez a kétcsíkos teszt is olyan mókás volt hét elején. Na mindegy. Most biztos megint azt hiszik, hogy itt van a nagymama, tuti, ezért nem megy pénteken a gyerek, hosszítjuk a hétvégét, holott marhára nem, hiszen Dorinát elvittem. Na mindegy, lényegtelen. A szóra van, én ma aktívvá tettem, nagyon kiválogattam a mosás szintén. Mi mást? Minden nap. És lehúztam az ágynemet, ma felhúzom az új ágynemünket. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Aztán jön a szokásos kis pénteki takarítás. Mama halad a pulóverrel, már tűt is adtam, össze lesz varva. Úgyhogy ez nagyon jó. Főzni ma nem fogok. Azt mondtam pont a mamának, hogy ma nem főzök, mert hogy kedden volt, azt hiszem, a krumpli főzelék, és valahol van fasírt a hűtőben, nem tudom, hogy melyik dobozba, pontosan ebbe kolbász van. No mindegy, maradt tegnapról egy kevés zsískók. Maradt egy fél oldalas, másik felét megette a Dorina tegnap. Lehet, hogy ebbe van a fasírt. Van fasírtunk, van bontott kolbászunk hétvégéről, szóval ilyeneket fogunk enni. Másnap kora reggel van. Tegnap már erősen illetlenség lett volna rekonstruálni, illetve megmutatni a helyszínt meg az eseményeket. De itt történt. Sétáltam át az úton, láttam is, hogy érkezik onnan a fehér autó. Ide erre a parkolóhelyre szeretett volna beállni, és végül ott kötött ki szemben. Nagy szerencséje volt egyébként, mert itt, ahol felhajtott a parkolóhelyről, a furgon melletti helyet célozta meg. Itt eljött az oszlopok mellett, szerencsére nem találta el, az ország fájdalmas lett volna, és itt egyenesen ide befúródott, becsapódott. Hát gyakorlatilag lassítás nélkül, mint látható. Azért ez nagyot szólt, telibe verte itt a falat, megremegett az épület, meg is sérült a kerítés is, és ugye ott a túloldalon sikerült a nénit kimenekíteni. Én pedig tegnap nem ott álltam, hanem ott, és itt dohányozgattam, éppen befékeltem, amikor ez az esemény történt. Hát nem forogtam veszélyben egy pillanatig sem, de azért ijesztő látvány volt ezt így élőben testközelből megszemlélni. Hey, kaptam egy péntekre egy új kundét. Hát megmutatom, hova kell beindulni. Aha.
Ez itt egyébként egy arasz, meg még egy kicsi, tehát olyan 20 centi. Hát ott sincs több. Ide. Ez alá komolyan gondolják, egy ilyen ösvényen bejött. Egyébként a belső udvar sem sokkal nagyobb, ahol meg kellett fordulni. Baromi jó. Hát nagy nehezen kitüremkedek innen, de azért ez nem túl kellemes. És akkor ugye egy picit kijebb kell jönnöm, hogy el tudjak fordulni, akkor meg lehet, hogy beleverek ott a konténerrel a kerítésbe, de kénytelen vagyok, itt egy gyalogútbalról, kénytelen vagyok, hogy rá tudjak fordulni erre a szarra itt ívesen. Innen nem jön semmi és senki, de neki megyünk itt a bokornak, jön egy autó, de jó. Szó szerint karcoljuk a faágakat, és akkor itt talán elfér. Na hát ezt így. Tök jó. Végeztem mindennel, pörögnek a mosások, minden rendben van, és úgy döntöttem, hogy hát ezért ahhoz a pár darab a fasírthoz oda dobok egy kis sajtgolyókat is. Biszti, ami biszti, és akkor magamnak párolt zöldséggel lesz sajtgolyó. Dorina tud enni oldalast, apa, mama tud enni fasírtot, sajtgolyót, és akkor nem az van, csak fasírt van meg oldalas, mert az a kevés iskók az úgyis a mamának jó lesz. Úgyhogy most sajtgolyót készítek, majd úgy tudom nektek ilyet. Sokszor mihez képest, de sokszor szoktunk csinálni, mert mostanában inkább rántott sajtok voltak. Nagyon-nagyon finom. Az nagyjából itt egy ilyen 200 g sajt, és akkor ehhez kell tojás majd, egy nagyon kevés liszt, ilyen nagyjából 5 evőkanalat képzeljetek el, és ennyi, de hát aki nem eszik búzalisztet, az rakhat bele kókuszlisztet akár, vagy teljes kiörlésű lisztet, teljesen mindegy. A nokedlit egyébként ebből a kenyérlisztből csináltam magamnak szerdán, és ugye ebbe vannak magvak is, és nagyon finom volt, úgyhogy ezt is bátran merem nektek ajánlani, hogy nyugodtan kísérletezzetek avval, hogy kenyérlisztből, ami magvas, nokedlit csinálni, nagyon finom volt, hogy ropogtak benne a magvak. No, folytatom a munkát, csak gondoltam, ezt megmutatom nektek. Mell is készültek a kis sajtgolyók, átsütöttem a fasírtot is. Íme a vajas zöldség, ez nagyon-nagyon finom, és nagyon olcsó is, azt hiszem 80 cent egy dobozzal. Mamának kitálaltam és megmelegítettem a megmaradt rizskókot, ő nagyon szereti. Eperlepárral és steak krumplit sütöttem nekik. Az ebédhez, meg majd Dorinának külön frissen, hogyha megérkezik. Most ugye hárman vagyunk itthon, Mancika fog enni, meg a mama. Én pedig zöldséget eszem majd. Na majd még a tálakat megmutatom, csak így egybe is meg akartam mutatni. There's something going wrong.
nem tudom, mit láttok belőlem. Jó reggelt! Voltunk egy kis reggeli túrán, ilyen fél öttől nagyjából fél hétig. Na most már láttok, mert apa felkapcsolta a fényeket a kamionon. És végeztünk, fél hét van, megyünk haza, majd mesélek nektek. Apa még gyorsan leparkol, ide a kettő közé, ugye innen szedtük reggel ki az autóját. Aztán várjatok, beülök közbe az autóba, és akkor zúgásmentesen tudok nektek mesélni majd, hogy miket tervezünk ma. Az a jó, hogy ilyen nagy fények vannak egyébként neki, mert így könnyebben be tudja tolni. Szóval kapcsoltam egy kis világítást itt az autóban is, hogy jobban lássatok. Amúgy 7 óra van, rosszul mondtam, nem fél hét van, hát ez egy ilyen kis rövid túra volt 5-től 7-ig. Mi kértük, hogy most legyen ma túra szombaton, mert amúgy nem lett volna. Tehát most apa szabad lett volna, viszont jövő héten utazik haza a mama. 30-án megy a repülő 9:40-kor, ami azt jelenti, hogy 8:40-re fenn kell lenni már Dortmundba. Dortmundból fog repülni haza. És hát ez reggel egy ilyen 4:30-os kelés nagyjából, mert egy óra legalább az út Dortmundig, és akkor, hogy időben ott legyen, meg mit tudom én, és akkor ne az legyen, hogy szombaton dolgozott, vasárnap meg repterezünk, akkor legyen az, hogy most inkább most szombaton legyen munka, és akkor jövő héten teli üres hétvége, hogy úgy mondjam, aztán hétfőn ugye, nem is tudom, gondban vagyok ezekkel az ünnepekkel, várjatok, a 31-e az a Minden Szentek? Azt hiszem, és az elsője a Halottak napja? Vagy fordítva? Nem vagyok jó ebből, én nem tartom egyiket sem, pedig van, szinte mindenki meghalt igazából, vagyis, hát jó, szinte majdnem minden családtagom már sajnos odaát tartózkodik, de nem szoktam vele foglalkozni, tehát csak az hal meg, akit elfelejtenek, szóval én nem szoktam ezekkel foglalkozni. És elsőjén sem dolgozik apa, szóval ez most így jól jött ki, és most eljöttem vele, otthon mindenki békésen szuszókázik, Dorina a mamával alszik, Mancika meg a mi ágyunkba kucorodott be, ő velünk aludt most, mi meg mindjárt megyünk haza, aztán hát otthon mi vár ránk, apát meg kell nyírnom, mert már azért elég régen nyírtam a haját, szóval meg kell majd nyírnom, a mamának viszont festeni fogom a haját, mert ő is festette magának otthon, de eléggé furcsa színe lett. Nem teljesen azt a szint kapta, amit tervezett, úgyhogy tegnap vásároltunk a DM-ben hajfestéket, és befestem neki a haját. Szóval már ilyen fodrászkodós kis program lesz, meg hát együtt leszünk egyébként. Bocs, hogy itt ide lóg a birkalába, meg mit tudom én, hogy jól el vagyunk amúgy otthon. Játszunk, filmet nézünk, ugye kötni tanulok, tök jó, hogy itt van a mama, meg jó, hogy rá tudtuk beszélni, hogy ne csak egy hetet maradjon, vagy bő egy hetet, mert ugye csütörtökön értünk vissza a Németországba, és igazából az tegnap előtt volt egy hete, és ha már holnap menne haza, az olyan rövid lenne. Úgyhogy mondtuk, hogy maradjon már akkor még egy hetet, és azt mondta, hogy nem probléma, igazából gyógyszert hozott magával, hála Istennek, mert azt nem tudnék neki itt szerezni. Úgyhogy ennyi. Na, megyünk haza, apa szerintem még kiveszi a kártyáját, meg ilyeneket bütyköl, aztán majd folyt köv otthonról. Micsoda híreket kaptunk. Most már délelőtt van, azt hiszem mögöttem látszik, 10 óra pár perc, most ment ki pont egy videóm, és most írt a főbérlő a közös chatbe, hogy a házat mégsem adja el. És így felröhögtem. Mondom apának, nem adja el a házat. Elnézést kér a kellemetlenségért. De várja, hogy írta, a következő évben nem adja el. Években. Nem tudom, ott az üzenet a te telefonodon is. Na? Pont azt beszélgettük tegnap. Tegnap előtt? Nem is tudom, hogy ugye két hete voltak itt a nézelődők, 8-án, az két hete volt,
hogy hát négyen jöttek lakást nézni, abból kettő olyan család volt, ami magáncélra vette volna meg, kettő befektetőnek tűnt, az egyik mindenképpen az idősek, de hogy ahhoz képest nem volt egy nagy kapás, és végül is rájöttünk, és valakinek kommentben én írtam is, hogy annyira nem egy nagy befektetés ez a ház, mert hogyha valaki magának veszi, és nagy Isten, mondjuk ez a ház az 420 ezerért volt árulva, ami azt jelenti, hogy közvetítői díjjal ez akár ilyen 440 ezerre is felrúghat, és 440 ezer, hogyha van 100 ezer kezdő tőkétek, ami szerintem kevés embernek van, bár lehet, hogy vannak itt olyan gazdagok, akiknek kapásból van 100 ezer eurója, és akkor csak 300 ezernyi hitelt kell mondjuk felvenni, de a 300 ezer hitel is 20 évre megközelíti az 1000 eurót, ugye? Ha kiadjátok a két szintet, ami ez fölött van, akkor még azt mondom, hogy szó-szó, talán vissza is jön az ára. Talán. Aha. Csak az 20, meg 30 évekre kell hitelt felvenni, és akkor nem a teljes végösszeget mondtam, hanem ugye 300-at, már pedig nem 300-ért eladó a ház, hanem 440-460 ezer mindenestől. Ugye, hogyha a díjakat rászámoljuk, akkor meg bőven vastagon 1000 euró felett jön ki a törlesztés, és oké, hogy talán két szint talán lefedi, de nem, egyébként szerintem nem fedi le teljes mértékben, viszont az elkövetkezendő 20-30 évben ez a házhoz vastagon hozzá kell nyúlni. Vízügyileg, villanyügyileg, tető, amikor mondjuk nálunk a nappaliba havazott, mert beázott, és 20 liter, vagy mennyi havat hordtunk le? 120 liter havat hordtunk le, egy fürdőkert tele volt, régebbi nézőim emlékeznek rá. Bizony, meg majd még mutatok egy-két finomságot lent ott a pincénél, hogy máladozik. Engedi el a beton szerkezet, vasbeton, de engedi el a betonhúza, vagyis a beton a vashúzalt. Úgyhogy ezért kellene hozzá nyúlni vízvezetékügyileg, meg pláne, meg bármi. Tehát egy családi háznál az embernek, legalábbis én úgy gondolom, itt Németországban 5-6 ezer euró, vagy biztosítás mindenképpen legyen a zsebébe, és annyira nem jó buli. Tehát befektetni, miért venne valaki egy 60 éves házat, mert hogy ez a ház 60 éves, meg azért, hogy három szintet kiadjon 30 év hitelre, ha amúgy nincs neki kapásból 400 ezer eurója, 440. Na, mit írt akkor? Azt, hogy a következő évben biztosan nem egy elkövetkezően, mert meglátják, mit hoz a jövő. Nem gondolom, bár én még fél mennyire. Ja. Mert, hogy utolérje az elkészülését. Viszont mi pont most beszéltük meg azt, hogy nagy valószínűséggel mi el fogunk kezdeni a lakást keresni, majd ahogy itt az iskolának vége lesz, mert nem akarunk egy ilyen rizikós lakásba benne ragadni, ami így lebeg az ember feje fölött, hogy bármikor eladhatják a feje fölül. Úgyhogy akkor inkább az ember keres egy olyat, ami legalább 5 évre még kiadó, aztán 5 év múlva úgyis sokkal másabb terveink vannak már. Ja. Ugye ennyit így szombatról, na jó van, ennyit akartam csak mondani. A szombati ebédünk igazán bajor étel lesz. Nagyon egyszerű. Kis perec, vajasan, és hát egy kicsit jobban megsült a hőlékkeverés alatt a fehér kolbász, de van piros kolbász is, illetve egy ilyen nagyon finom édes mustárral szoktuk mi ezt enni. Ez lesz akkor így a szombati ebédünk. Na, hát a mama haja kész van, remélhetőleg szép lesz, remélhetőleg. Ezt választotta a mama, és hát neki voltak benne nagyon világosak, és azt várjuk, hogy hát ha lesz belőle egy kicsit ilyen szürkébb hatás. Ja, és a mamának is hullik a haja. Jobban, mint a tiéd. Jobban, mint az enyém, igen. Sokkal, és mint te voltál kétségesen. Igen. Most, hogy megfésültem. Na, mindegy. Hát meglátjuk, most akkor ketyeg a 20 perc. Megmondtam. Aztán jön a kedves férjem, neki meg letoljuk a haját. Kész van a mama haja, szerintem nagyon szép lett. És megkértem Dorinát álljon ide, hogy tudjátok, hogy ez a mama haja itt, nagyon szép hosszú egyébként, leér majdnem neki is a derekáig, és hát azért volt kitől örökölni a sok hajat Dorinának. A mamának is nagyon sok haja van, rengeteg.
Rengeteg. Igen, mamától örökölted meg apáttól a hajadat, Dorinám. Nem úgy szép lett, nagyon szép színe van. Kész a második projekt is. Apa haja megnyírva. Hát nem volt túl rövid, ami azt illeti. Már szombat este van, és elkészült, megy az X-faktor, közben ezt nézzük, én is kötök. És elkészült a pulóver, még egy jó hír szombatra. Közben sikerült pozícióba állítani a pulóvert, úgyhogy akkor folytathatjuk. Júj, nekem nagyon tetszik. Na ezért lesz jó, hogy megtanul anya is kötni. Ú, de jól néz ki, már most látom. A szemüvegedet le kellett volna venni, bogár. Ups, oké. Okay. Azt a de jó, mama, nagyon ügyes vagy. Úristen. Ez nagyon szép. Ez nagyon tetszik. Júj. Ezt meg kell nézni. De jól néz ki. Megnézem. Azt a... Mama, hát komolyan mondom. Csoda szép. Na, a Dorina még fölvett mellé egy nacit is, hogy teljes legyen az összkép. Hát tényleg varázslatosan néz ki. Ja, ez az a gatyó, amit a turiból hoztunk innen, a németországi turiból. Nagyon jól néz ki. Nagyon vagány lett ez a mama, nagyon ügyes, komolyan igen. Mondom. Csoda szép. Jó, jó. El lesz fel. Apa elment a könyvelőhöz, ugye most csináljuk ezt a külön cuccot. Én meg nekiálltam főzni, nem tudtam vele elmenni, mert hát főznöm kell. Amúgy elmentem volna vele, de mindegy is. Úgy volt először, hogy szombaton fogunk vele beszélni. Mindegy. Ezenbe jutott még tegnap a lakásnál, hogy bekerült a tábla is az utcáról, és így gondolkodtunk, hogy vajon mennyi ideig is hirdette a fővérlő. Hát egy hónap és egy hét. Vagyis eddigre felkerült a hirdetés, igazából egy hónapig hirdette, és összesen érdekelt 4 embert a lakás, így 4-en jöttek megnézni. És hát egy kicsit, ugye, mentek itt dolgok az elmúlt időszakban, amiről így nem számoltunk be, és szerintem elgondolkodott azon, hogy ha ekkora érdeklődés van a lakására, akkor lehet, hogy két szék közül a pad esik, mert kiköltözik a legújabb lakó, kiköltözik a felettünk lakó, meg esetleg mi is, és akkor fizetheti vissza egyrészt a kauciót mind a hármunknak, ami azért nagyjából ilyen 3000 eurós összeg, plusz adhatja ki újra a lakást, amíg el nem tudja adni, de hogy ad ki úgy egy lakást, ami eladás alatt van? Hát ki az a hülye, akibe fog költözni egy olyan lakásba, amit el akar adni? És kicsit meggondolta, hogy se lóvéja nincs arra, hogy visszafizessen 3 családnak kauciót, ha mi eltűnünk, ugye, innen, és itt marad a nyakán, és akkor fizetheti teljes összeggel, plusz még kiadni sem fogja tudni addig, amíg el nem adja, hiszen ki ez a hülye tényleg, aki beköltözik egy ilyen lakásba, ami eladás alatt áll. Úgyhogy jött neki valószínű egy kis gyors pénz, könnyen gyorsan jött pénz, és le is vette a hirdetést. Azt mondta, hogy az elkövetkezendő évben nem fogja eladni. Gondolom, most termel egy picit, hogyha vissza kell fizetni a kauciót, vagy hogyha a nyakán marad a lakás, akkor ne legyen annyira megterhelő, úgymond, hogy ez a lakás már nem termeli ki a lakáshitelnek az árát, és mondjuk saját zsebből kell fizetgetnie, amíg el nem tudja adni. Na mindegy, én főzök tovább, húsi leves lesz, lesz benne fehérrépa, mármint paszternák pontosabban, nem is fehérrépa, valahova ide tette a csomagját. Paszternák, nem láttátok, de mindegy, paszternák, Kauflandban vásároltam, répa, karalábé, kábimbó, még gondolkodtam a karfiolon is, de azt lehet, hogy nem rakok bele, és
szegfűszeg, mert én azt szoktam a húsi levesbe, és hogy apa nevezné egy pulyka. Itt olvadozik, ezt szét fogom darabolni, és második nap pedig fokhagymás sült húsi fog készülni, ezt még nem tudom pontosan, hogy petrezselymes rizssel, vagy petrezselymes krumplival. Na, most ezt jól megmondtam, de értitek. Na mindegy, majd még azt kitalálom. Na, főzzünk, aztán majd meglátjuk, apa is mondta, hogy majd bejelentkezik, hogyha jön a könyvelőtől haza. Ó, Istenem, olyan jót nevettem, Dorina itt vizsgálgatja a pipit. Amúgy egész szép nagy pipike. Jól néz ki, és nagyon szépen meg is van pucolva gyárilag. Nem sokat kell rajta. Ja, úgyhogy ezt is szétbontjuk. Aztán itt vannak a zöldségek. Azt elfelejtettem mondani, hogy karalábét is teszek bele, az lemaradt, meg vannak pucolva. Paszternák, répa, kelbimbó és a karalábé. Itt a szegfűszeg, aztán akkor dobjuk is oda a levest. Mindjárt készen van az ebéd, teljes mértékben. Íme akkor a húsi leves, nagyon szép, gyönyörű. Aztán itt vannak a zöldségek. Itt a húsi, ebből a combot egyedül nem főztem bele a levesbe. Azt eltettem, minden mást beletettem. Aztán itt van a tarja. Egyébként mondtam a mamának, hogy ezt a tarját még áprilisban vettük egy hatalmas nagy csomaggal, azóta volt a fagyasztóba, és ez volt a legutolsó zacskó, ugye, amit kiporcióztam, úgyhogy most fogyott el április óta a tarjánk, a kis fokhagymás, sertészsíron sült, és egyedül a rizs az, ami még most készül, de ez is elfővi a levét, lefedem, kicsit megszívja magát, van rajta zöld fűszer, és akkor lehet is tálalni a vasárnapi ebédünket. Egy kis laza a vasárnapi tevékenységként még el kellett ugrani a könyvelőhöz, mert jövő héten ő már sajnos ő kórházban lesz, beszéltem vele telefonon, és nem fog ráére, nem fog tudni segíteni, kezelésre fog menni, de felmerült egy kis tennivaló a itúbozás kapcsán, most már elérte azt a méretet, meg azt a szintet a csatorna, hogy hivatalosan, elektronikusan is kell rendszeresen jövedelem alapján nyilatkozatot tenni, hogy mi a bevétele a csatornának, és ugye ez alapján kerül kiszámításra az adóvonzata ennek a dolognak. Úgyhogy kis adminisztratív tevékenységet folytattunk, most már minden rendben van, megcsináltuk az elektronikus bejelentést, meg mindent, ami ezzel szükséges, és akkor innentől fogva majd mi ezt tudjuk magunknak kezelni. Jön majd egy hivatalos levél az adóhivataltól, és abban a leírtakat kell majd követni, úgyhogy eddig is ugye hivatalos volt, meg be volt valva az én éves a jövedelem adó bevallásomban, bele volt foglalva, de eddig, mint, hogy is mondják ezt, mint minijob volt ez kezelve, most pedig egy külön önálló tevékenységként, mint Kleingewerbe, mint kis cég fog működni ez a dolog, úgyhogy hivatalos YouTube csatorna üzemeltetőkké váltunk, ennek minden együtt járójával együtt, minden pozitívumával és negatívumával. Na, megyek haza és ebédelek. Nem, most az vagyok. Ja, hogy most. Az előbb voltam, aki most a játékban, hogy hova megyek.